Köszöntöm nézőinket! A Madarász Imre Egyesített Óvoda Kuthen úti tagovodája az ügyeletes nyári óvoda. Hopka Józsefné tagovoda vezetővel beszélgetünk. Itt mögöttünk javában játszanak a kicsik. Egész nyáron idehozhatták azok a szülők, akik nem tudták megoldani gyermekeik elhelyezését. Hány óvodából és hány gyermek van most itt? Én is szeretettel köszöntöm a Karszak Televízió nézőit. Most 3 hétig a Kuthen óvoda tart ügyeletet. Körülbelül 25-30 kisgyerek jár ez idő alatt az óvodából, a 9 óvodából. Azok a szülők, akik nem tudják megoldani gyermekük elhelyezését, őket fogadjuk nagy szeretettel minden óvodából, és próbáljuk őket egy picit összecsiszolni, hiszen nem igazán ismerősök egymásnak, de egy-két nap alatt nagyon jó kis barátai társaságok alakulnak, kis barátok szövődnek, és reméljük, hogy jól is fogják magukat érezni mind a 3 hét alatt a vendéggyerekek is, és a saját gyermekeink is. Látjuk, hogy nagyon játszanak, tehát azért ideális a körülmény, ez egy kicsit jó hűvös épület, hiszen már a Dózsa napközibe költözött át az óvoda, hiszen ott hamarosan kezdődik a felújítás. Az udvaron azért nem sokat vannak, gondolom inkább bent vannak a gyerekekkel a hűvösebb, igazán ideálisabb helyen. Igen, ugye a nyár az 40 foknál kezdődik augusztusban, és igyekszünk nagyon odafigyelni arra, hogy a gyerekek a melegben már ne legyenek az udvaron, 9 óra, fél 10 körül bejönnek 10 órázni, és utána már bent vagyunk a termekben. Szerencsére nagyon szépen be tudtuk rendezni ezt a Dózsa épületét, nagyon jó hűvösek a termek, igazából az alvás idő alatt sem nincs melegük a gyerekeknek, tehát tudjuk biztosítani a megfelelő környezetet számukra a délutáni pihenés alatt is, és mindenféleképpen törekszünk arra, hogy a tűző napon ne legyenek lent a gyermekek. Sokat locsoljuk a füvet, az udvart, a betont, hogy még ezzel is hűsítsük a környezetet, de azért a forróságban mindenképpen bent a teremben játszanak délelőtt időszakban. És hát akkor, ahogy így elmondta, hasonló a napirend, mint azért évközben, tehát a gyerekek, hogy ne zökkenjenek ki a megszokott dolgokból, de itt azért látjuk, hogy kezdenek összeszokni már, tehát ismerik egymást és játszanak, tehát minden adott ahhoz, hogy jól érezzék magukat a gyerekek. Nem tudom, hogy mennyire látja, hogy van olyan gyermek, aki egész nyáron járt, vagy inkább cserélődik ez a 20-25 gyermek. Mindenképpen szeretnénk a szülőket egy picit meggyőzni arról, hogy legalább 1-2 hetet töltsenek a szüleikkel azok is, akik dolgoznak. Igazából nagyon ritka az a kisgyermek, aki egész nyáron óvodában van, tehát aki egyik óvodában a másikba kerül és ott tölti a nyarát. Elvétve akad 1-2, de nagyon figyelmesek a szülők, és hát nyilván szeretnek ők is a gyermekeikkel együtt nyaralni, együtt tölteni néhány hetet, úgyhogy igazából ez nem jellemző, hogy egész nyáron óvodába töltsék a napjaikat. De azért vannak, akik csak 1 hetet tudnak a szüleikkel lenni otthon. És meddig tart ez a nyári üzemmód, tehát mikor indul az új tanév, mikor kezdődik mindenki, mikor megy a saját óvodájába? Augusztus 20-a után 21-ével nyílnak az óvodák, tehát addig mi óvodánk van nyitva, és utána természetesen minden kisgyerek visszamegy a saját kis fészkébe. Igazából pedig szeptember 1-ével jönnek az új gyermekek, fogadjuk a beszokatós gyermekeket, és újra kezdődik az élet minden óvodában. Az önök óvodájában hány kisgyermek érkezik szeptemberben? Összesen a létszámunk 89, 4 csoporttal indulunk. 27 új kisgyermek fog érkezni. Természetesen évközben is mindig jönnek olyan kisgyermekek, akik vagy ide költöznek Karszakra, vagy más körzetből költöznek a mi körzetünkbe, úgyhogy vannak még szabad helyeink, várjuk is őket szeretettel, egyelőre 22-23-as létszámmal indulnak a csoportok. Akkor azt kívánom, hogy legyen egy picit hűvösebb, és ideális legyen a környezet még a következő 2 hétben a gyermekek számára, és jó munkát kívánunk önöknek az új tanévhez, hiszen hamarosan kezdődik a Kuthen úti épületnek a felújítása is. Igen, már nagy izgalommal várjuk, hogy elkezdődjenek a munkálatok. Tudomásom szerint szeptemberben indulnak a bontási munkák, és ha nagyon jól haladnak az építkezéssel, akkor márciusban talán már költözhetünk is az új részbe, de ha egy picit csúszik, az sem baj, mi türelmesen várunk itt, mert itt is nagyon kényelmesen be tudtunk rendezkedni, és nagy szeretettel várjuk majd oda is a gyerekeket, és hát mi is reméljük, hogy igazán szép, komfortos óvodába fogunk majd tudni dolgozni. Köszönjük szépen, és jó munkát kívánunk önöknek! Én is nagyon szépen köszönöm!